Az egyetemnek mindenféle lehetősége megvan, hogy merjen vállalkozni arra, hogy a világ egyik legnagyobb országának, a legősibb, de Indiában nagyon dinamikusan, a modern orvostudomány eszközrendszerével is fejlődő ágában kulcs együttműködési szerepet vállaljon. Egy több mint 1 milliárd lakosú ország, Ajurvéda rendszere kötött ma együttműködési megállapodást az egyetemmel, ahol nagyon sok segítséget kap az egyetem a közreműködéshez, de nagyon sok mindent vállalt. Először van egy Ajurvéda chair, egy tanszékvezetővel. A saját rendszerében, a saját standardjai által kiválónak minősített indiai professzor költözik Magyarországra. Ő a jelenleg a farmakológiai és farmakoterápia intézetének a keretén belül kezdi meg az Ajurvéda rendszer kiépítését. A következő lépés az az, hogy a szenátus hozzájárulásával egy karok fölötti Ajurvéda intézetet alapítunk, szintén az ő segítségével, amelyben már ez a Debreceni Egyetem sokszínűsége, ami megfelel az Ajurvéda sokszínűségének, ez az intézet kifejlődik. A tudományos együttműködés mellett az orvosi gyakorlat, a gyógyszergyártás, a gyógyszerkutatás ebben mind szerepel. Debrecen is fast growing as a pharmaceutical hub of Hungary. In and around Debrecen, the pharmaceutical industry of Hungary is growing. The rector of Debrecen University is extremely sensitized towards Ayurveda as a nature cure system, and he believes in that. Being a pharmacologist himself, he wants to draw the best aspects of Ayurveda as a scientific work to benefit the people of Hungary through other aspects of Western medicine. Ayurveda needs to get into the European market. In other words, people in Europe need to know the actual meaning of Ayurveda and get the actual benefit from Ayurveda. For us, if tomorrow, with the support of the Debrecen University and the rector in particular, our expert who is coming in a month's time can help promote the message of Ayurveda, not only in Hungary, but in other parts of Europe.